Elütött állat, totálkáros autó. Manapság egyre több ilyen videót lehet találni az interneten. Az elmúlt években ugyanis megnövekedett a vadgázolások száma. A szakértő szerint ez több mindennek köszönhető. Az egyik ok az idei aszályos időjárás. Most a szárazság miatt egy hónappal, másfél hónappal ezelőtt elég komoly vadmozgás volt. Ugye nagyon nem csak bennünket, nyilván az állatokat is érinti a vízhiány, akkor nagyon megszaporodott nálunk is a vadelütések száma, pedig próbálunk ellene tenni. Tehát általában ezeket a frekventált helyeket két hetente le vadriasztózzuk, illetve vannak kint sipolóink, elektromos prizmák, az elsők között voltunk az országban, akik kihelyezték próbaképpen a 90-es években, és egy komoly szakaszon van villanypásztorunk is, amivel védekezünk. De hát ennél többet már nem lehet. Megpróbáljuk a vadgazdálkodás szintjén. Ugye komoly vadföldhálózatunk van, nagyon komoly takarmánymennyiséget, tehát 5000 mázsa takarmányt hordunk erre a kicsi területe, óriási szám. Nagyon sok kutat furattunk, régi kutakat kitisztítottunk, forrásokat, illetve nagyon sok lédús takarmányt az elmúlt időszakban, ilyen 600 mázsa körül dinnyét és almát, almatörkölyt hordtunk ki, de ez önmagában kevés. Tehát ha nincs nyugalom, nincs csapadék, nincs az a sok víz, ami ne párologna el egy idő után. Tehát most egy komolyabb vízmennyiségre lenne szükség. Legalább egy olyan 200 mm hiányzik, mind a talajból, mint a dagonyákból. Tehát most közel 40 éve vagyok itt, ilyen nem volt még, hogy évtizedes dagonyák kiszáradtak, tehát teljesen. És ugye ez nagyon-nagyon komolyan érint a vadat is. Hát ebből kifolyólag ugye őket is a migráció, tehát mennek át más területek, vizes élőhelyekre, keresnek olyan nyugodtabb vizes területeket, ahol egész nap hozzáfér a vízhez. A szakértő azt mondja, hogy a turisták nem csak napközben, és nem csak a kijelölt utakon kirándulnak az erdőben. A turizmus nagyon-nagyon fokozódott, tehát tízszerese lett a turizmus, főleg a Covid idején nagyon nagy nyomás van az erdőterületekre. Nyilván nagyon szépek ezek a területek, hát megértjük, hogy ennyien kijönnek, de hát ennek van egy hátulütője is. Tehát azért jó lenne, mondjuk a normális turistával semmi baj nincs. Tehát jó lenne, az emberek azért tudomásul vennek, hogyha nem is egy írott szabály, de az erdőnek is van egy nyitva tartása. Tehát jó lenne, a tiszteletbe tartanák, ha már ennyire természetszeretők vagyunk, és hangsúlyozzuk ezt a természet közeli állapotot, akkor tegyünk is érte. Tehát menjünk időbe haza, és ne 5 órakor reggel menjünk ki az erdőbe fejlámpával, mert az nyilván minden élőlény zavar. Tehát lehajtja a vadföldekre, etetőhelyekre, vizes élőhelyekre, nem kell mindent bekerékpározni. Tehát azért egy utat megcsinálunk, kiteszük a kamerát, 3-4 órán belül valaki már felfedezte és megy rajta. Tehát félelmetes a nyomás. Hát az autók számára nem is beszélve, ugye meg tízszereződött az is. Tehát ezzel a vad nagyon nehezen veszi fel a versenyt. Meg motoros járművel nem lehet bemenni az erdőben. Ugye a kutyát nem szabadna elengedni az erdőbe, ott is pórázan. Ez mind-mind olyan zavaró tényező, amire vagy a városra, vagy a közutakra benyomja a vadat. Tehát az nem normális, hogy nappal ütnek el egy vadat. Ugye ez teljesen életszerűtlen a vad szempontjából. Az elkövetkezendő időszakban még fokozottabban kell figyelnie a sofőröknek az utakon, hiszen elkezdődött a szarvasbikák bőgése. Ilyenkor az állatok jóval aktívabbak, alapvető óvatosság, veszélyérzet és körültekintés nélkül szaladhatnak ki az úttestre. A veszélyt tovább fokozza, hogy a szarvasok általában kisebb csapatokban mozognak, így ha látunk az úton átsétálni egy vadállatot, valószínűleg követi őt egy másik is. Itt azért sokkal nagyobb emberi fegyelemre lenne szükség, úgy gondolom, hogy ezt meg lehetne közösen. Nagyon sok helyen kivetnek az utak szélére, még az a minimális távolság sincs, ami a KPM-nél lenne. Nagyon nagy gaz van az út szélén, nagyon komoly a gyorshajtás, tehát többször kezdeményezők nem bírtuk elérni a hatos úton is, hogy lekorlátozzák a sebességet. Nem sokat, egy 3 kilométeres szakaszt kéne csak egy 60 kilométerre lekorlátozni, de ugye az a fő momentum, hogy főutakat nem lehet minél kevésbé korlátozni a sebességet. Az is nagyon komoly probléma, hogy az emberek túrterhelhetnek, nem figyelik a táblákat. Tehát semmit hiába van. Azért, ha kihelyezünk egy táblát, vagy kihelyeztetünk egy táblát, megvásároljuk és kihelyeztetjük, az azért van, mert ott fokozott vadveszély van. Nem, semmiben nem veszik. Tehát nagyon sokszor van, hogy helyszíneléskor úgy elmennek mellettünk, ott a rendőrnökségnek a megkülönböztető jelzés, vészfülök, hogy lerepül a rendőrnek a sapkája. Tehát úgy gondolom, hogy azért ez egy olyan gondatlanság, ami bármi tört, kiléphet ott valaki, hogy ilyen esetben nem csoda, hogy ilyen komoly a vadgázolás. De valóban nálunk is most az elmúlt 1-2 hónapban fokozódott. A szakértő elmondta, kicsit nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek lennének ezek a balesetek. Aki nap mint nap jár azon a szakaszon, és ismeri, és látja, hogy sokszor jelent meg van, ott mindenképpen szükséges lenne, hogy a sipolókat felszereljék az autókra. Filléres dolgok, tehát az autó értékéhez képest 1-2000 forintos tétel, és nagyon komolyan meg lehetne vele védeni. Benzinkutakon lehet, autós boltokban lehet kapni, és ugye a hang olyan hanghatástalan, hogy átmegy a nyíláson a
a levegő, és olyan frekvenciát, amit mi nem hallunk, de a vadnak ez pont arra elég, hogy megtorpan az út szélén. És az már sokszor ezáltal ki tudjuk küszöbölni a balesetet. A sebességkorlátok betartása, ugye, a táblák figyelése, meg hát valamilyen szinten próbáljunk nyugalmat biztosítani a vadnak. Ha nyugalom van, akkor semmi probléma nincs, úgy gondolom.